Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon, ez a különös dolgok extra második része. Néhány rövid videót fogunk megnézni, rövid kommentárral ezúttal is, mielőtt nekivágnék ennek. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok. Infobubble, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. A képernyő tetején látni fogjátok a feliratot magyar nyelven. And you put it in a cage. And give it two water bottles. One is just water, and the other is water laced with either heroin or cocaine. If you do that, the rat will almost always prefer the drugged water. And almost always kill itself quite quickly. Ketrecben tartják ezeket az állatokat, és adnak neki kokainnal vagy heroinnal dúsított vizet addig isznak, amíg meg nem halnak. Rendelkezésükre áll sima víz is, amelyben nincsen semmiféle hatóanyag azonban a másikat részesítik előnyben, és gyakorlatilag halára drogozzák magukat ezek az állatok. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm a csodálatos dolog, ami történt a mennyország jellegű környezetben, az az, hogy nullára redukálódott a túladagolások száma és a patkányok, vagy soha nem használták a drogozott vizet, de semmiképpen sem használták úgy, mint drogfüggők. A tanulság számunkra Egyértelmű, és erről már rengeteg szó esett itt a csatornán, a világot az ellenség úgy alakítja az uralkodó elit tevékenységén keresztül, hogy az a lehető legkevésbé feleljen meg egy ember számára, mint élettér. Ezt láthatja mindenki maga körül. A game called werewolf. No. Everyone gets a piece of paper. It's either got villager written on it, but two have the word werewolf. Someone runs the game to make sure no one's cheating. One ember, kettő vérfarkas lesz a többi pedig a falubeli kártyát kapja. Egy ember funkcionál úgy, mint játékvezető, hogy ne csalni. And they go, okay, it's night time, everyone close your eyes. Werewolves choose someone to kill. And the werewolves go. They say, Okay, everyone close your eyes, it's morning time, open them again. Este a két vérfarkas szövetkezik, és megöl egyet a falubeliek közül, úgy, hogy csak ők tudják, hogy ki a vérfarkas, a falubeliek nem tudják, hogy ki kicsoda. So that just shows when you have hidden information, you can completely manipulate a large group of people. Mm. Tanulsága ennek a játéknak az, és nem lehet teljes ez a disztópikus rövid videó enélkül a bejátszás nélkül. And in a voice, but it gets crazier. És mindössze annyit tesz, hogy megmutatja a terméket ebben a dobozban, és egy ilyen hipnotikus hangon beszél három másodpercet arról a dologról. Néhány másodperc már most csak a reklám. Nem kell egy ilyen kidolgozott, vicces, kreatív, akármilyen filmet készíteni, mint régen, csak mutatni futószalagon ezeket a dolgokat az embereknek. Olyan szinten lerövidült a figyelem határa az embereknek, az a spektrum, hogy képesek figyelni, hogy három másodperc elég és kielégítő és meghozza a vásárlási döntést az illető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!